passive. Nyom meg neki. Jó. Jó, hogy megint táncolunk, aztán amikor élesre fordul a drog, akkor... Ja, akció. Slugi, Na. Kapd be! Na, Maci olyan luxus kurva élet, hogy beszáll a kocsiba. Na, mert kérheti magát, hogy légy szíves, tessék eljében az ajtóba, jó? De figyelj! Nyisd ki az ajtót! De várjál, ezek már lementek, akkor jó van. Én nyomj neki, Maci, kapaszkodj, nehogy hány inger legyen, papírzaskót találsz a kalaptartóba. Hopp! Oké. Okay. Hopp! Úgy, viszont vannak a hegygyomrába. Most is megjött, bazd meg. Bassza kurva. Jó van, de bocsánat, túl sokat nyomtam a gázpedált, nektek is már dolgok. Na, én meg vagyok. Én is. Látod? Ki nincs meg? Nem tudom, aki csendben van. Hát azt mondja, de aranyosom, én szeretem a nőket, mert mindig ők szeretnek, imádnak ilyen kéréseket feltenni, és azért jók, mert mindig lehetőséget adnak, hogy mit válaszolj, és éreztetik, hogy minket érdemesebb válaszolni. Én annól voltam diszkó... Én iszok egy ilyen lögybölő szöpöt, hoppa, torokra ment, ne csak oda, messze, kofidis. Mi az? Kofidis. Nem, az a, mi az, ami a torokra megy, ez a furai vóka? Kamatos kamat? Kábelesz, meg a szárba, ez szellemen. Ez olyan szopás, hogy ez kamattal járható. Na mi lett a nyuszival? Mármint a nyúlval az erdőben. Elfutott, elmenekült a kurva anyját. Nem Dulac el volt, ott kuficolt, a másikat szerintem az Playboy volt, hidd el nekem. Ott az nagyon adta neki az ívet, azt az... Tehát mások ilyen állatharcra fogadnak, hogy a pitbull megöli a másikat, én meg nyuszikat futtatok érte. Nyuszi prostik, bazd meg! Jaj, befújja meg kis körülbel! Milyen vagy, hanem is komolyan! Ha más te bedözsöd a hódolóikat ilyen izébe, tedd el babos, autófrissítőbe, vagy gyaratosítóba. Figyelj nyuszi, én távolok a nyújtót, gyere ide, hagyd próbálják meg! Azt adod neki a vákumos. Az persze, azt egy pillanatra hátat fordítasz, aztán végig bocs! Elfújj! Aztán vissza egy beteg smile-t, ami hány ingere van? Vagy ilyen papízsepi smile-t, hogy sírok. Semmit ne küldjél, meg kitörlöm. Na látod, ennyire szeretnek engem, mert Mikló, az jó, mindegy, nem mondok semmit. Miklós, mibe megint, mi? De volt egy Miklós ismerősünk! Kisi nekem kommentálhat! Igen, akkor nem törlöm ki. Akkor szintén kaptam egy szívet meg egy virágot, vagy egy kaktusz. És én amúgy arra számítottam, hogy amíg Balatonon voltam, elhalmozol itt a Fortnite-on belül ajándékokkal, azt egyet se kaptam. Végben sohossz! Bazd meg, lement a vércukor szint, szerintem. Na, fény, járja át a szívem újra, csak egy szápi kérdeztem az útra, újra érzem a Balatoni lázat. Ez amúgy segteni ezt, vagy... Vége van a nyárnak. Aha. Más is érzi, hogy erotikával fűtött a levegő, mert ennél már szakad. Olyan erotikus a hangja a Lilinek, hogy rendesen bassza a fülemet amúgy. De most nem tetszik. De komolyan. Baszki. De most nem tetszik. Én nem mondtam, véletlenül, én soha nem mennék ilyen mondani, de nekem nagyon tetszik, én nekem... Neked kell magyarázatom, mondjam ezeknek a romantikázósoknak, hogy egy tím esett a hátuk mögé? Gyere, jaj, édes, hogy gyere, nyomjad neki, gyere. Már nem tudom. Várjál, bocsánat, ezt tudom. Újjaj. Én lőttem. Lili, ott vannak. De nem csak te. Gyere, megvédlek, menj, ennyi, ott, tenni elő, én elterem őket, addig te fuss, hogy ne hallj meg, jó? Jó. Mangeri. Ott a bandás. Nézzük. Aha, az úgy... Bandázsoljatok! Figyelj, a szintiper hátáljuk, mint mi macska szállját. Megyek inkább le szintihez, spanolok vele. Köszi! Ott mennek lent! Nem baj, akkor is megyek le szintihez. Köszi, sí, bevárom, hát én most beváltam. Új is a pancset lövik el mindig! Úgyhogy nekem kurvára mindegy. Nemem, bazd meg. Hát ne is mondd. De figyelj, a Lili az elakadt, ő még a dugóba ül Sopronnál, úgyhogy szerintem ő neki sok idő lesz, mire eléri. Nem, valami nem csatlakozik neki.
Nem csatlakozik, hát nem fizet eleget, lehet nem a Battle Pass kell fogom megmondani, ki fizetne az internet számlát. Én csak egy mondjuk nem egy hátrány. Igen, igen, látod? Én mondom, hogy hallj titeket, itt van mellettem. Ez egy minimális tudtik, itt a lófin, tudod? Az a baj, az a baj, hát a növénynek is kell a nedvén, úgy tudtam. Mutter, ott nem kent le neked három olyannal. Basszom meg a kurva élet. Hallod, ez rájött a mikrofonra. Ez... I'm back again! Ezt tudom, amikor bevágod a töltött káposztát tejjel, és olyan rottyantást ad neked a mikrofonba, hogy, hogy nem, össze... nem, amikor, én ezt másképp fogalmaztam neked, amikor a mágdarálóba beleszólod a ízét, a kis rajszögeket beleszólod. Igen. Vagy amikor nincs belolyozva az ajtó, és oda bebaszod az ajtó, és akkor nyom egy ilyen Jurassic Parkot. Ilyen csak van. Ő folyton húzogatja, úgyhogy másnál is hallasz, csak hogy tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik. Magas mikrofonokat, meg az ilyen szépen kidolgozottakat. Kisi, felraktam egy képet az Instagramra, szeretném, ha lájkolnád. Vagy... Hol? Nem. Itt a talipont. Nem. Csak először beszélj meg, hogy hova menjünk. És inkább ott ugrál. Ide? Ide jövök. Én itt szeretnék. Isi. Ó, már ezt nem tudok megcsinálni, már ide beállunk. Istenem! Jaj, gyerekek! Nem neki. Nyomunk egy popsi fotót. Ej, na, mert hát a repülés? Tiszta OnlyFans-ben nyomjuk, gyerekek, ez nem egészséges. De miért akarsz repülni? Már 12v1-be vagy. Mert nekem valami fegyver. Megnézzük, hogy hol vannak. És még lenyomtam az utolsót. Nyom, és mi táncolok. Nagyon jó. Na, ez amúgy pont nekem köszönhető vagy, úgy érzem. Jó, van, hozzám a hangulatot. Én nem, bár hő vagy. Nem feltétlenül kocsival kellett volna. Hát szálljak be, hát hagyj, végül is, hülye vagy. Meg akartam halni amúgy. Ez volt a múlt héti tervem. Szóval, merre menjünk ott? Lili, nem tudok visszélni, szóval ezt most nekem valahogy nagyon ki kéne taktikázni, meg elmegyek, hogy túlélem. Elsütök egy rántottát, mert ez az utolsó reggel vasárnap, úgy gondolom. Nyomok egy kis kavarót, hogy hagyj fossam össze magamat, ha előttem állnak ilyetre a pötyögtetővel. Nem, amúgy én visszamegyek, esküszöm az életem, csak hát nekem kéne... Nem. Lehet, de hogy jönnek? Nem. Lehet. Ez egy poén. Nem az agybézés, a közinfarktus jönnek. Megjöttem, gyerekek, hogy vagytok? Na, meg mindig lootoltok, azt hittem olyan furcsán fogalmaztál, nem Joe, hogy elkerüljük ezt a helyet. Valahogy ide ragadtunk. Azt mondtam, beugrok körön belőle, nem? Azt mondtam, hogy elkerülöm ezt a helyet. Hát figyelj, én azt találtam. Switchák, figyeljél, mert ha valaki tisztában van, hogy mit mond az én. Amúgy felgyújtottak, Joe, nem? Igen, vettem észre. Nem tudom. Ezt is. De amúgy figyelj már, tudod mi? Ha már ennyi feltűnéskedni akarunk. Parancsolj! Jaj, ott van benne a Lili! De ne basztatok már ki velem! Nem mi voltunk, ez lőjünk neked, hogy a szellemlovas! Hogy fordulottam, hogy nem maradt életet, de nem én voltam. A parasztok! De most Bad látom! Meg. De nem, jó, nem Húfélye én voltam! Mondom. Mindjárt Lili törlött a parancsestáról! A majó megy a banán, Mijó! Nekem hagyjál békén a nagy hegyom másodra. Na, kapszok. Már mutatom én neked, milyen az én féle labellom. Azt fogod te aztán nézni, bazd meg. Nem kell itt a Raffaello, már szakar a vízről, nem basszát a fogolyam. Labello, nem Raffaello, te hülye. Ja, labello. Jó van, osztrákban tudod máshogy mondják. Ja, magyarban meg úgy mondják, hogy disztó zsír, mi? Ennyi. És akkor gyerekek, most lelkileg készen álltok? Ez is egy win lesz. Hogy érzitek? Hát ha nem hajtszott és megmentesz. De sokáig fogom ezt hallgatni. Így 500 piros kis szívecskét küldök már a mesteket, hogy megbocsáss. Mentem volna, de rajtam voltak. Tehát a vak is meglát. De Isi megint hol az Istenben vagy? Hát egyem a szívelet a drága lelkén, én a sivatagba landoltam, mondom hozom a kocsit és megyek hozzátok. De ti 2000 méterre pingelhetek, mert közelebb nem tudtatok pingelni. Te kocsilopó. Kocsilopó. Jó van. Csillopó, erre szakosodtál? Erről szakosodtam járni, pontosan nekem az a szakó. Nekem megkezdtük a kicsi voltam, és itt milyen szakra jártál, mondom, erőszakra tanál néni, erőszakra. Oké. Van egy nagyom. Fölmegy 100-ra. Ú, mekkora nagyom az anya. Wow.
Megy a big, I'm a big, big girl in a bimbi. Hát, de nekem az a család, hogy gyerünk, hogy egy két csapjét, te hozott ki belőle ilyen szinten mértékben az állatot egyébként. Igen? Úgy gondolod? Úgy gondolom. Én nagyon egy jó lelkemmel vagyok. Betagba? Igen, hallod, hogy be se töltött már a sivatagba, akarsz menni. Ő ilyen romos, és el akar menni a sivatagba. Isi, Isi, táncoljunk! Gyere, gyere, hol vagy? Á, már nem tudom. Ó, nem baj. Isi, vegyél feleségül! Szép, Isi, már van zajt, köszi! Ja, most kizárod a Csabát? Kizárta a Csabát? Kizárta a Csabát? Nem, ki akar zárni az életéből. És most meg is ugye a torva. Na, Lili pingelt hátra, ott tudja, nem lesz köz. De nem, csak nagyon jó barátnők vagyunk, és közel lakunk egymáshoz, körülbelül egy 10 perc. Hát tudod, Csaba, hogy mi ketten. Aztán ilyenkor ez így jobb, hogy így itt vagyunk együtt, mint hogyha külön lennénk, mert legalább így el is szórakoztatjuk egymást, hogyha szórakoztatjuk. Nem is jár. És Marti, meg mit tudom én, nem? Sydney? Az is itt van? Hello, Sydney! Bécsi Csaba vagyok. Nem, csak majdnem beleívott a kávémba.